Nézzük most meg ennek a 9x9-es méretű klasszikus sudokunak a megfejtését. Induljunk ki az egyesekből, és nézzük most ezt a négyzetet. Ha függőlegesen nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ez miatt az egyes miatt nem írhatok már egyes sem ide, sem ide. Ez miatt pedig ide sem és ide sem. Maradt tehát ez és ez a hely. Ha most megnézem vízszintesen is, akkor pedig azt látom, hogy ide sem írhatok már egyest, hiszen ebben a sorban már van egy egyesem. Így aztán akkor ebben a négyzetben az egyes már csak ide jöhet, sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet. Az alsó sorba a most beírt egyes miatt nem írhatok már egyes sem ide, sem ide. A középső sorba pedig ide és ide pedig, ez miatt az egyes miatt. Maradt tehát szabadon ez és ez a hely. Ide megint csak nem írhatok azonban egyest, mert ebben az oszlopban itt fönt már van egy egyesem. Ez pedig azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben az egyes már csak ide jöhet sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet itt lent. És ha függőlegesen nézzük, akkor ez miatt az egyes miatt ide és ide már nem írhatok egyest. Ez miatt pedig ebbe a három mezőbe sehova sem írhatok már egyest. Maradt tehát ez és ez a hely. Ide azonban nem írhatok egyest, mert ebben a sorban már van egy egyesem. Így aztán végső soron ebben a négyzetben az egyes már csak ide jöhet sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet itt. A felső sorában most beírt egyes miatt nem írhatok egyes sem ide, sem ide. Az alsó sorában pedig ez miatt az egyes miatt nem írhatok már egyest, ide sem és ide sem. Ezeken kívül pedig már csak ez és ez a hely marad az egyesnek. Ide azonban megint csak nem írhatok egyest, hiszen ebben az oszlopban már van egy egyesem. Tehát akkor ebben a négyzetben az egyes csak ide jöhet sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet, ebből hiányzik még egyesünk ugyanis, és ha függőlegesen nézzük, akkor ez miatt az egyes miatt nem írhatok egyes sem ide, sem ide, ez miatt pedig ide sem és ide sem. Maradt tehát ez és ez a hely, ide azonban megint csak nem írhatok egyest, mert ebben a sorban már van egy egyesem. Tehát akkor ebben a négyzetben az egyes csak ide jöhet sehova máshova. És akkor ezzel az összes egyest meg is fejtettük, megvan mind a 9 darab, úgyhogy mehetünk a kettesekre. És ha most ezt a négyzetet nézzük, függőlegesen, ha figyelünk, akkor ez miatt a kettes miatt ide már nem írhatok kettest, ez miatt pedig ide sem és ide sem írhatok már kettest. Maradt tehát a kettesnek ez és ez a hely. Itt azonban nem írhatok kettest, mert ebben a sorban már van egy kettesem. Ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben a kettes csak ide jöhet sehova máshova. További ketteseket azonban egyelőre még nem tudunk kitölteni. Úgyhogy nézzük a következő számot, a 3-ast. És most nézzük ezt a négyzetet. Vízszintesen, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy ide és ide nem írhatok hármast, ez miatt. Ide pedig ez miatt a hármas miatt nem írhatok már hármast. Marad akkor ez és ez a hely. Ide azonban nem írhatok hármast, mert ha most lefelé nézünk, akkor láthatjuk, hogy ebben az oszlopban itt már van egy hármasunk. Tehát akkor ebben a négyzetben a hármas nem jöhet máshova, mint ide. Most nézzük meg ezt a négyzetet itt, és nézzük vízszintesen. Ez miatt a hármas miatt ugyanis nem írhatok hármas sem ide, sem ide. Ez miatt a hármas miatt pedig ide sem és ide sem írhatok már hármast. Ezeken a helyeken kívül szabadon pedig már csak ez és ez a mező maradt. Ide azonban nem írhatok hármast, mert függőlegesen nézve láthatjuk, hogy ebben az oszlopban már van egy hármas, tehát akkor a hármas helye
Már csak ez lehet egyedül ebben a négyzetben. Most, ha megnézzük ezt a négyzetet, meg ezt a négyzetet, akkor ebből bizonyos következtetéseket le tudunk vonni. Na nézzük csak. Először nézzük mondjuk ezt a négyzetet. Ide, ide és ide, nem írhatok hármast, ez miatt. Ide és ide pedig, ez miatt. Maradt tehát a hármasnak az alsó két hely ebben az oszlopban, vagy ez, vagy ez. Most megnézem ezt a 3x3-as négyzetet, akkor azt látjuk, hogy a jobb szélső oszlopába ez miatt a 3-as miatt nem írhatok már 3-as, sehova sem. Középre pedig ez miatt a 3-as miatt nem írhatok már 3-as, sem ide, sem ide. Így módon ebben a négyzetben a 3-as már csak ide vagy ide kerülhet. Ami most kicsit átgondolva az eddigieket, azt jelenti akkor, hogyha ebben a négyzetben a 3-as itt lesz fönt, akkor ebben a négyzetben ezen a helyen már nem lehet, csak is itt. Ha pedig ebben a négyzetben a 3-as itt alul lesz, akkor pedig ebben a négyzetben a 3-as már csak ezen a helyen lehet, hiszen ebben a sorban ugye a feltételezésünk szerint a 3-as ide került erre a helyre. Ez pedig azt jelenti akkor, hogy ebben a középső négyzetben a 3-as már nem szerepelhet az alsó két sorban. Sem itt, sem itt, sem itt. Csak is a felső sorban szerepelhet a 3-as, vagy itt, vagy itt. Itt azonban nem lehet 3-as, hiszen ebben az oszlopban már van egy 3-asunk, és így módon a 3-as ebben a négyzetben már csak itt lehet sehol másutt. Nézzük a következő számot, a 4-et. Itt van egy 4-es, aktiválom. És azt kell mondjam, hogy 4-es sajnos nem tudunk elhelyezni. Nézzük akkor az ötösöket. És nézzük most ezt a négyzetet. Ha függőlegesen nézem, akkor azt látom, hogy ez miatt az ötös miatt nem írhatok már ötöst. Sem ide, sem ide. Maradt tehát szabadon ez és ez a hely az ötösnek, ez a kettő itt. Ide azonban nem írhatok ötöst, hiszen ebben a sorban már van egy ötösöm, ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet sehova máshova. Rátérve most erre a négyzetre, ebben már csak két helyre lehet beírni az ötöst, ide és ide, hiszen ezek szabadok, és nincs még benne ötös. Ide azonban nem illetek ötös, mert ebben a sorban már van egy ötösen. Tehát akkor ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet sehova máshova. Itt most elvileg válthatnánk gondolatmenetet is, hiszen ebben a négyzetben a 9 kis négyzetből már ki van töltve 8, tehát meg tudjuk mondani akkor, hogy minek kell kerülnie ebben a négyzetben erre az egy szabad üres helyre. Hát azonban én úgy gondolom, hogy menjünk végig talán az eddig követett gondolatmenet szerint. Mondjuk eszerint 5-öst nem tudunk többet kitölteni, úgy látom. De mégiscsak, nézzük csak ezt a négyzetet. Ebben a négyzetben 5-öst ez miatt, az 5-ös miatt sem ide nem írhatok. Így módon az 5-ösnek a helye az vagy ez, vagy ez, vagy ez lesz. Ami viszont azt jelenti erre a négyzetre, hogy ide, ide és ide nem írhatok ötöst. Hiszen, ugye, láttuk, hogy előbb az ötös ebben a négyzetben vagy itt, vagy itt, vagy itt lesz. Így aztán ebben az oszlopban följebb már nem szerepelt az ötös. Itt és itt
pedig ez miért az ötös, miért nem lehet már ötös? Hol lehet? Vagy itt, vagy itt. Itt azonban nem lehet ötös, hiszen ebben a sorban már van egy ötösünk, ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet, és nézzük vízszintesen. Ez miatt az ötös miatt ide már nem írhatok ötöst. Ez miatt az ötös miatt pedig ide sem írhatok már ötöst. Maradt tehát ez és ez a hely, ide azonban nem írhatok ötöst, mert ha most megnézem függőlegesen, azt látom, hogy ebben az oszlopban már van egy ötösöm, ami azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben az ötös már csak ide jöhet sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet, ugyanis a most beírt ötös miatt nem írhatok ötöst sem ide, sem ide, ez miatt pedig ide sem írhatok már ötöst. Ezeken a helyeken kívül pedig ebben a négyzetben már csak az egy hely maradt az ötösnek. További ötöseket azonban nem bírok kitölteni. Nézzük a következő számot, a hatost. És nézzük ezt a négyzetet. Ide két okból sem írhatok már hatost. Az egyik ez, a másik pedig ez. Ide megint csak nem írhatok hatost, hiszen ebben az oszlopban itt följebb már van egy hatosom. Ezen a két helyen kívül pedig ebben a négyzetben már csak ez az egy hely maradt a hatosnak. Most nézzük ezt a négyzetet. A felső sorában nem írhatok hatost ez miatt, a hatos miatt. Ide pedig ez miatt, a hatos miatt. Ezeken a helyeken kívül pedig ebben a négyzetben már csak ez az egy hely van szabadon a hatosnak. További hatosokat azonban nem tudunk kitölteni. Nézzük a következő számot, a hetet. Hetes sajnos nem tudunk kitölteni, nézzük akkor a 8-ast. Egy darab 8-asunk van jelenleg. Elég kicsi az esély arra, hogy én tudok 8-ast kitölteni. Úgyhogy jöhet a következő szám, a 9. Abból 2-3 darab van jelenleg. Viszont ha ránézünk erre a négyzetre, akkor azt látjuk, vízszintesen, ha nézzük, hogy ez miatt a 9-es miatt ide és ide már nem írhatok 9-est. Ez miatt a 9-es miatt pedig ide sem és ide sem írhatok már 9-est. Ezen a négy szabad helyen kívül pedig szabad hely ebben a négyzetben már csak az egy maradt. Úgyhogy ennek itt 9-nek kell akkor lenni. Ha most ezt a 9-est megnézzük és lenézünk erre a négyzetre, azt láthatjuk, hogy ez miatt a most beírt 9-es miatt nem jöhet már 9-es sem ide, sem ide. Így aztán ebben a négyzetben a 9-es már csak itt, itt, vagy itt szerepelhet, így elsőre elnézésre, mondjuk itt sem, hiszen ebben a sorban már van 9-es, tehát végső soron a 9-es ebben a négyzetben vagy itt lesz. Viszont ha most felnézünk erre a négyzetre, ez azt jelenti akkor, hogy ebben a négyzetben itt, itt és itt már nem lehet 9-es. Ez miatt pedig itt és itt sem lehet 9-es. Ezeken a helyeken kívül pedig a 9-esnek ebben a négyzetben már csak az egy hely maradt szabadon. Úgyhogy ennek itt 9-nek kell akkor lennie. Most nézzük ezt a négyzetet, a most beír 9-es miatt ugyanis ide már nem írhatok 9-est. Maradt tehát ez a két hely itt a 9-esnek. Igen ám, de ide nem írhatok 9-est, hiszen ebben az oszlopban itt lejjebb már van egy 9-esem, így aztán ebben a négyzetben a 9-es már csak ide jöhet sehova máshova.
Több 9-est azonban nem tudunk kitölteni, viszont most már vannak olyan helyeink, amelyekből már csak egyetlen egy szám hiányzik. Ugye itt van már az előbb észrevett 3x3-as négyzet, például ilyen. Itt van benne az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4, itt az 5, itt a 6, itt a 7, itt a 9, tehát ami hiányzik, az a 8. Ennek tehát itt 8-nak kell akkor lennie. Aztán itt van ez a negyedik oszlop. Ebből is már csak egyetlen egy szám hiányzik. Megnézzük, hogy melyik az. Itt van az 1, van a 2, a 3, a 4, itt van az 5 is, itt a 6, itt a 7, és itt a 9. Tehát a 8 az, ami hiányzik. Amit egyébként úgy is láthattunk volna, hogy ebben az oszlopban ugye még nincs kiszenezve a 8-as, ami azt jelenti, hogy nincs még benne 8-as, egyetlen egy szám hiányzik belőle, annak tehát itt 8-nak kell lennie akkor. Na most viszont kijött ez a négyzet majdnem teljes egészében, illetve az a ötödik oszlop. Mindegyikre elmondhatjuk, hogy csak egyetlen egy szám hiányzik belőle. Nézzük meg, hogy melyik az. Nézzük mondjuk a négyzetet. Itt van az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4, itt az 5, itt a 6, itt a 8 és itt a 9, ami tehát hiányzik, az a 7. Most maradhatnánk ennél négyzetnél, hiszen ebből a négyzetből már csak kettő szám hiányzik. Megnézzük, hogy mi ez a két szám mondjuk. Itt van az 1, itt a 2, itt a 3. Amit viszont nem látok, az a 4. Itt van az 5, itt a 6. Itt a 7, itt a 9. Tehát a 8 a másik. Az a baj azonban, hogy egyiket sem tudjuk még egyértelműen elhelyezni. Úgyhogy kezdjünk akkor talán egy újabb kört az egyesekkel, ugye, amik megvannak már, úgyhogy egyből mehetünk akkor a kettesre, vagy pedig még most veszem észre, hogy itt ez a négyzet is olyan, amiből már csak két szám hiányzik. Ez és ez, illetve most, hogy itt erre ránéztem, most látom, hogy a negyedik sor az már majdnem teljes. Hiszen a negyedik sorból egyetlen egy szám hiányzik, ez nagyon jó. Itt van az egyes, és ha minden igaz, az a kettes lesz, ami hiányzik, amiről legkönnyebben úgy győződünk meg, hogy a kettest aktiválom. És akkor már is láthatjuk, hogy ebben a sorban még nincs kettese, egyetlen egy szabad helye van benne, ennek itt tehát kettőnek kell akkor lenni. Most már, hogy beírtam ezt a kettest, ebből a négyzetből is csak egyetlen egy szám hiányzik. Itt van benne az 1, a 2, a 3, és ha minden igaz, az a 4 lesz, úgyhogy aktiválom a 4-est, így van. És akkor már is látszik, hogy ebből a négyzetből már csak a 4-es hiányzik, és egyetlen egy szabad helye van benne, tehát ennek itt 4-nek kell lennie. Na most, hogy a 4-es aktiválva lett, ránézve erre a négyzetre, azt látjuk, hogy itt és itt nem lehet már 4-es, a most beírt 4-es miatt maradt, tehát szabadon ez és ez a hely. Itt azonban nem lehet 4-es ezen a helyen, hiszen ebben az oszlopban itt fönn már van egy 4-esem. Tehát a 4-nek akkor muszáj itt lennie, máshogy nem lehet. Ha most megnézem ezt a fölülről számított 6. sort, akkor azt látom, hogy ebből is csak egyetlen egy szám hiányzik most már. Megnézem gyorsan, hogy mi az.
Itt van az 1, a 2, a 3, a 4, az 5 is megvan, a 6 is itt van, valamint megvan a 8 és megvan a 9 is. Ami tehát hiányzik, az a 7. Ennek tehát itt 7-nek kell akkor lenni. Ezzel viszont ebben a 8. oszlopban is észrevehetjük, hogy egyetlen egy szám hiányzik már belőle. Itt van az 1, a 2, itt a 3, itt a 4, itt az 5, itt a 6, itt a 7, itt a 9, tehát ami hiányzik, az a 8. Ez tehát 8 kell akkor, hogy legyen. Most meg kijött ez a négyzet itt, majdnem, vagy az 5. sor. Mindkettőre elmondhatjuk, hogy egyetlen egy szám hiányzik belőlük. Itt van az 1 négyzetet nézve, és ha jól látom, az a 2 lesz. Aktiválom tehát a 2-est, és most már látszik is, hogy valóban sem a négyzetben, sem az 5. sorban nincs még 2-es. Egyetlen egy szabad hely van mindkettőben, ennek tehát itt 2-nek kell akkor lenni. Kettest, hogyha figyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy sajnos további ketteseket nem tudunk kitölteni, úgyhogy nézzük a következő számot, a 3-ast. Azt sem tudunk kitölteni sajnos. Nézzük akkor a 4-est. Erre a négyzetre itt, ha ránézünk, és vízszintesen, hogyha figyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy ezen a 3 helyen már nem lehet 4-es, hiszen ebben a sorban már van 4-esem. A középső sorban ezen két helyen szintén nem lehet 4-esem, mert ebben a sorban is van már 4-esem. Maradt tehát akkor a 4-esnek ez és ez a hely, itt azonban nem lehet 4-es, hiszen ebben az oszlopban itt már van 4-esem, tehát akkor a 4-es csak ide jöhet sehova máshol. További 4-eseket sajnos nem tudunk kitölteni, úgyhogy nézzük akkor újból az 5-ösöket. Azt sem tudunk kitölteni, mehetünk a 6-osokra akkor. Az sem megy. Nézzük a 7-eseket. Sajnos nem megy a 7-es kitöltése sem. Nézzük a 8-osokat. Nyolcast sem tudunk kitölteni. Következő szám a 9. Ide is ide iratunk 9-est ebben a négyzetben. Ebben a négyzetben ide és ide nem iratunk ez miatt. Alulra pedig ez miatt. De még mindig megmarad ez, ez és ez a hely. Ebben a négyzetben pedig ez miatt a 9-es miatt ide nem iratok 9-est, középre pedig ide és ide, ez miatt nem iratok 9-es. Marad az alsó sor, ez a 3 hely, ide azonban nem iratok 9-est, hiszen ebben az oszlopban már van 9-esem.
kezdjünk talán akkor egy újabb kört, de nem az egyesekkel, mert hiszen az egyesek már mindannyian megvannak, kettesekkel kezdjük az újabb körünket. Semmit nem változott a helyzet, mióta utoljára itt jártunk. Nézzük akkor a hármasokat. Itt ebben a nézetben ide is ide írhatok hármast, ez és ez miatt. Megvannak. Ebben a négyzetben pedig ez miatt nem írhatok hármast, sem ide, haladtál, ez és ez a hely. Sajnos, én mind a kettőbe írhatok is elvileg hármast. Négyest nézzük akkor újból. Ide és ide írhatom a négyest ebben a négyzetben, ugye ez és ez miatt a négyes miatt. Itt pedig jobb szélre, hiszen ide és ide nem írhatok négyes, hiszen ebben az oszlopban már van négyesem. Hát négyes sem tudunk akkor elhelyezni. Ötöst. Sajnos az sem megy. Nézzük meg még egyszer a hatot. Gyakorlatilag már fölöslegesen nézem, mert már ezeket még egyszer már átnéztük az előbb. De hát, ha elnéztük, ebben a négyzetben ugye csak felülre jöhet hatos, ez miatt és ez miatt a hatos miatt, ide viszont megint csak nem jöhet hatos, ez miatt a hatos miatt maradt, tehát ez a kettő hely. Mi a helyzet itt? Ez miatt a hatos miatt nem írhatok hatost ide, és ide sem. Valamint ez miatt a hatos miatt ide sem. Viszont még mindig megmarad ez, ez, és ez a hely a hatosnak. Úgyhogy hatos sem tudunk elhelyezni, nézzük akkor a heteseket. Ebben a négyzetben nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt ide és ide. Ide pedig ez miatt a hetes miatt nem írhatok már hetest, de még mindig megmarad ez, ez és ez a hely. Úgyhogy hetes sem tudunk elhelyezni, nézzük a nyolcasokat akkor. Na ez lesz, azt hiszem, akkor ezt néztek el az előbb, hiszen ez miatt a 8-as miatt ide, erre a helyre már nem írhatok 8-ast. És ha most megnézem az első sort, akkor azt látom, hogy nincs még benne 8-as, két szabad hely van, és mint láttuk az előbb, ide nem írhatom a 8-ast, tehát akkor a 8-ast, ami még hiányzik ebből az első sorból, már csak ide írhatom, sehova máshova. És most már az első sorból csak egyetlen egy szám hiányzik. Megnézzük gyorsan, hogy mi az. Itt van az 1, a 2, a 3, a 4, az 5. És a 6-os lesz, mert itt van a 7, a 8 és a 9. Tehát ami hiányzik, az valóban a 6-os. Ránézom most erre a négyzetre, most, hogy kijött ez a 6-os, azt látjuk, hogy ez miatt a 6-os miatt nem írhatok 6-ost ide sem, és ide sem, a most beírt 6-os miatt pedig ide sem, és ide sem. Tehát csak a bal szélső oszlopba
írhatom valamelyik mezőbe a hatost. Alulra viszont nem írhatok hatost, mert ebben a sorban már van hatos, mint ahogyan középre sem írhatok hatost, hiszen ebben a sorban is van már hatos, ami azt jelenti, hogy ebben a négyzetben a hatos csak itt lehet sehol másutt. Viszont ezzel kijött az összes hatosunk is. Nézzük a következő számot, a hetet. Hetest nem tudunk elhelyezni, következő szám a 8. Nyolcast sem bírunk elhelyezni. Nézzük akkor a 9-est. Azt sem tudunk elhelyezni. Az egyesek ugye megvannak mindannyian, nézzük akkor a ketteseket újból. Na, a kettesek viszont menni fognak, hiszen hogyha vízszintesen nézzük, akkor ez miatt a kettes miatt ebben a négyzetben itt és itt már nem lehet kettes. Ez miatt a kettes miatt pedig itt és itt sem lehet már kettes, marad ez és ez a hely. Itt azonban nem lehet kettes, hiszen ebben az oszlopban itt fönn már van kettesem. Azaz, a kettes már csak itt lehet, akkor sehol másutt. További kettest viszont sajnos nem tudunk elhelyezni. Következő szám a 3. Azt sem tudunk elhelyezni, továbbra sem. Semmit sem javult a helyzet, mióta legutoljára a 3-asnál jártunk. Nézzük akkor a 4-eseket. Azt sem tudjuk befejezni, sőt még folytatni sem. 5-öseket nézzük. Semmit sem változott a helyzet, mióta utoljára az ötösöknél jártunk, nézzük a hatosokat. Azok viszont befejezhetők, úgy látom. Ugyanis, hogyha ezt a négyzetet nézzük vízszintesen, akkor azt látjuk, hogy ez miatt a hatos miatt ide és ide már nem írhatok hatost. Szabad hely a hatosnak, már csak ez és ez maradt, ide azonban nem írhatok hatost, hiszen ebben az oszlopban már van egy hatosom, ami azt jelenti akkor, hogy a hatos már csak itt lehet sehol másutt. Ebben a négyzetben. És ezzel megvan az összes hatosunk is. Nézzük a heteseket akkor újból. Még mindig nem mennek, nézzük a 8-asokat. Azok sem mennek. 9-esek. Ezt a négyzetet, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez miatt a 9-es miatt nem lehet 9-es itt és itt. Ez miatt pedig itt és itt sem lehet. Azt kaptuk, tehát nem lehet 9-es semmit, 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 semmit. Ezeken kívül pedig már csak ez az egy hely maradt a 9-esnek ebben a négyzetben. Na most már fölnézve erre a négyzetre azt látjuk, hogy a most beírt 9-es miatt nem lehet 9-es semmit, semmit.
ez miatt pedig semmit, semmit. Így módon, ebben a négyzetben a 9-es már csak itt lehet sehol másutt. Innen hiányzik még 9-es. És nyilvánvaló, hogyha vízszintesen nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez miatt a 9-es miatt itt már nem lehet 9-es. Ez miatt a 9-es miatt pedig itt és itt sem lehet 9-es. Tehát hol lehet? Vagy itt, vagy itt. Itt azonban nem lehet 9-es, mert ebben az oszlopban itt följebb már van 9-es, tehát akkor a 9-es helye nem lehet más, mint ez ebben a négyzetben. Akkor ezzel megvan az összes 9-esünk is. Valamint észrevehetjük azt is, hogy ebben az oszlopban már csak egyetlen egy szám hiányzik ebben a második oszlopban. Itt van az 1, a 2, a 3, a 4, az 5, a 6, itt van a 8, itt van a 9, ami tehát hiányzik, az a 7. Ez egy ominózus szám volt. És most, hogy ezt a 7-est megtaláltuk, tudjuk is folytatni a 7-esnek a kitöltését, hiszen hogyha ránézünk erre a négyzetre, és vízszintesen, ha figyeljük, akkor azt látjuk, hogy ez miatt a most beírt 7-es miatt itt már nem lehet 7-es. Ez miatt pedig semmit, semmit nem lehet már 7-es. Így módon ebben a négyzetben a 7-es csak itt lehet sehol másutt. Fölnézve most erre a négyzetre, a most beírt 7-es miatt nem lehet már 7-es semmit, semmit. Ezeken kívül pedig már csak ez az egy hely maradt akkor a 7-esnek. Rátérve most erre a négyzetre, azt látjuk, hogyha vízszintesen nézzük, hogy a most beírt 7-es miatt nem írhatok 7-est már semmide, semmide. Marad ez, meg ez a hely, ide azonban nem jön a 7-est, hiszen ebben az oszlopban is lejjebb már van egy 7-esem, tehát akkor a 7 helye már csak ez lehet ebben a négyzetben. És akkor ezzel az összes 7-est is megtaláltuk, mind a 9 darabot, úgyhogy mehetünk akkor újból a 8-asokra. És hogyha most ezt a négyzetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ide és ide, erre a két helyre nem írhatok 8-ast, hiszen ebben az oszlopban már van 8-asom. Ezen a két helyen kívül pedig már csak az az egy hely maradt ebben a négyzetben a 8-asnak. Ennek tehát itt 8-nak kell akkor lenni. Viszont további 8-asokat sajnos nem tudunk még elhelyezni. Nézzük a következőt, akkor a 9-et. Azok már megvannak, az 1-esek szintén megvannak. 2-eseket nézzük akkor. Semmit sem javult a helyzet, mióta utoljára néztük a 2-eseket. Nézzük a 3-asokat. Ott viszont igen, mert ha megnézzük ezt a négyzetet, meg ezt az első oszlopot, azt látjuk, hogy ebben az oszlopban itt lejjebb már van egy 3-as, tehát akkor itt és itt már nem lehet 3-as. Így módon ebben a négyzetben a 3-as csak itt lehet sehol másutt. Ránézom most erre a négyzetre, a most beírt 3-as miatt ezen a helyen már nem lehet 3-as, tehát a 3-as helye ebben a négyzetben már csak ez lehet. És akkor ezzel meg is van az összes 3-asunk is, valamint kijött például, hogy ez a harmadik sor majdnem teljes, egy hiányzik belőle, gyorsan megnézzük, hogy mi az. Itt van az 1, és ha jól látom, a 2-es lesz talán. Úgyhogy aktiválom gyorsan a 2-est. Valóban, ebben a sorban még nincs 2-esem. Egyetlen egy szabad hely van, ez tehát 2 kell, hogy legyen. És ugyanezt tudom mondani erre a négyzetre is, vagy a 7. oszlopra is. Tehát ennek itt 7...
Miért hetes sikerült írnom sajnos. Kettesnél jártunk, ugye? Tehát ennek kettőnek kell lenni, nem hétnek. Sajnos túl korán engedtem el a egeret. És most már megvannak a ketteseink is. Valamint ebből is csak egyetlen egy szám hiányzik. Itt az egy, itt a kettő, itt a három, itt a négy, az öt, a hat. Itt a 7, itt a 9, ami tehát hiányzik, az a 8. És ha már a 8 kijött, akkor erre a helyre nem kerülhet 8-as, a most kijött 8-as miatt. Maradt tehát ez és ez a hely ebben a négyzetben. Itt viszont nem lehet 8-as, hiszen ebben a sorban már van 8-asom. Így aztán a 8 csak itt szerepel már. Sehol másutt. Ez miatt a 8-as miatt viszont itt már nem lehet 8-as. Ezen a helyen. Maradt tehát egyetlen egy számunk, az pedig a 4. Ha ez itt 4, akkor alatta itt már nem lehet 4, csak is 8. És ezzel megvan az összes 8-asunk is. Nézzük most ezt az első oszlopot. Mi az, ami hiányzik belőle? Itt van az 1, 2, 3, a 4, az 5 lesz, itt van a 6, 7, 8, 9. Valóban az 5 hiányzik, tehát akkor ennek itt 5-nek kell lennie. Na most már aztán tényleg sokféleképpen tovább mehetünk. Legegyszerűbb talán, hogyha most aktiváltuk az 5-öst, hogy ránézve erre a sorra, látható, hogy ide már nem kerülhet ötös, ebben a négyzetben, meg ebben az utolsó oszlopban sem. Tehát akkor ezekben a ötösnek a helye már csak ez lehet, semmi más. És akkor most már csak annyi a dolgunk, hogy megkeressük, hogy mi kerülhet ide, illetve ide, erre a két helyre. Hát ezt sokféleképpen megtehetjük, nézzük például ezt a négyzetet, hogy mi hiányzik belőle. Itt van az 1, a 2, a 3, és ha jól látom, az a 4 lesz, mert itt van az 5, a 6, a 7, a 8 és a 9. Tehát valóban, ami innen hiányzik, az a 4. És most, hogy aktiválva lett a 4-es, most már látszik, erre a négyzetre is rátekintve, vagy az utolsó sorra, vagy az utolsó oszlopra, mindegyikből csak a 4 hiányzik, és mindegyikbe csak egyetlen egy szám írható be, az pedig a 4, ami még hiányzik. Így aztán ezzel ezt a 9-9-es sudokot be is fejeztük, ennek a megoldása tehát így néz ki.